Na, csak elő akartam készíteni a száraz indió leveleket. A glukóz, vagy fruktóz, vagy méz redukáló fürdőhöz, és megmelegítettem, csak hogy helyre jöjjenek a száraz levelek, és 50 g száraz levélhez raktam 15 g oltott meteszt, és egy csoda történt. Ide nézzetek, először csak ilyen fehér meszes lé volt, és elkezdett sárga lé jönni, akkor gondoltam, hogy persze jön ki a klorofil, meg ilyen barna sárga a levelekből. De aztán gyanús lett, hogy annyira ilyen redukálósan sárga, és nézzétek, onnan látszódik, hogy jól redukálódott, hogy egyrészt ilyen nagyon világos sárga, hogy belenyúlok, de nézd, itt körül, ahol az oxigénnel érintkezik, ott egyre ilyen sötétebb, meg nehéz visszaadni. Kicsit ilyen lilás, fémes hártyai most be. Úgyhogy ezt igazából nem lehet fényképen visszadni, inkább ilyen mozgatás közben látszik. És ezt az négyszer raktam bele, látjátok, hogy van ott a sárgás rész. Na az, hogyha egy változik a színe, akkor az most oxidálódik. Mutatom, hogy milyen a fehér fonállal, berakom. Olyan jó kis, ezt nem gondoltam, hogy méz nélkül is lesz, de ezt akartam elmondani, mert nehéz mindent legépelni nekem, hogy az nagyon nagy előnye a ilyen növényi anyagokat tartalmazó festőanyagnak, mondjuk a szukumónak, az a indigó komposzt, vagy a indigó labda, a ilyen kicsapatott indigó paszta vagy porral kapcsolatban, ami nagyon tiszta, és már tényleg csak a színezék van benne, hogy ez a növényi anyag egy csomó cukrot tartalmaz, úgyhogy gondolom most a méz helyett az én kis levélben levő cukrok megoldották a dolgot. Na, mutatom, hogy milyen, amikor kiveszem. Csak ilyen. Kezembe sárgásabb, mint a kamerába, de... És hát ez egy ilyen hagyományos indigócsávához képest nagyon halvány szín, de egyrészt erősebb lett az előbb, mikor 3-4-szer megcsináltam, és hát 20-szor, 100-szor is meg lehet ezt festeni, az ember akarja. De az is lehet, hogy nem baj, hogyha csak egy világos kék turkisz ki. Nekem itt az ilyen japán indigós emberek, azok így férjem is azt mondja, jaj, hát ez nem olyan nagy szín, meg minden, de én is a növényfestő világból jövök, és úgy vagyok vele, hogy minden természetes szín, főleg kék, pasztelbe, pamutra tartós, az jó, szuper. Sokat dolgozok óvodába, hogy barátokkal hip-hop itthon workshop, az azért nem kapok elő nekik sejmet, meg ilyesmi, amit könnyebb lenne festeni. Na, szóval szerintem ez egy elég jó eredmény. Aztán a következő videóban megmutatom, hogy milyen, amikor majd mézet is teszek belőle. Pá, pá.